Indiában több mint 368 ezer új fertőzött esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. A krematóriumok már túlterheltek, 3400 új halálos áldozata volt a járványnak egy nap alatt. Közben több európai országban fokozatosan enyhítik a járványügyi korlátozásokat. Horvátország pontosította a beutazással kapcsolatos szabályait. A határátlépéshez akkor lesz elég egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus fertőzésen. Egy hónap után újra megnyithattak az üzletek és fodrászatok Bécsben. A tulajdonosok már nagyon várták a nyitást. Nekünk még idő kell a helyreálláshoz, mert a turizmusból élünk. Két szuvenírüzletünk van, ahol a vásárlók 75%-a turista. De már annak is örülök, hogy itt lehetek a belvárosban, és minden újra megnyílik. Remélem, hogy az éttermek is hamarosan nyithatnak, mondta ez a nő. Franciaországban enyhítették az utazási korlátozásokat a régiók között, és a lakosok már elhagyhatják az otthonuk 10 kilométeres körzetét is. A tervek szerint a boltok, mozik és az éttermek teraszai május 19-én nyithatnak újra. Szerintem már mindenki várja az újranyitást, de fontos, hogy az az első, hogy életben maradjunk, és ne telítődjenek úgy a kórházaink, mint amit Indiában látunk, mondta ez a párizsi férfi. Csak nem 5000 ember hagyta el a távolságtartást a tudomány és a zene nevében. Ezen a Liverpooli zenei fesztiválon a résztvevők megígérték, hogy 5 nap múlva is elvégzik a koronavírus tesztet, ami szükséges volt a belépéshez. Több ezer nézőt vonzott az első bika viadal, amit a járványügyi korlátozások feloldása után tarthattak Spanyolországban. Az aréna 40%-os kihasználtsággal, azaz legfeljebb 6000 nézővel nyithatott meg. A nézőknek kötelező volt a maszkviselés, és nem hagyhatták el a helyüket. Közben telítődnek a kórházak Argentínában, ahol több mint 11000 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt nap folyamán. Az ellátó rendszer már egy beteggel többet sem bír el. Már akkor túlterhelt lesz a rendszer, ha csak ugyanennyi marad az új fertőzöttek száma, mondta ez az orvos. Indiában több mint 368 ezer új fertőzött esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában, és 3400 új halálos áldozata volt a járványnak, ezért túlterheltek a krematóriumok a fővárosban. Becslések szerint csak nem 3,5 millió embert kezelnek kórházakban a fertőzés szövődményei miatt, ami túlterhelte az egészségügyi ellátórendszert. Volt, ahol használaton kívüli vasúti kocsikban alakítottak ki COVID-osztályt.